Kukoricát 140 ezer hektáron, napraforgót közel 50 ezer hektáron termesztenek a gazdák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az idei csapadék mennyiség megközelítőleg 200 mm volt, ami alig egyharmada a jó terméshez szükséges mennyiségnek. Kukorica sajnos a mi megyeinkben a tavaly évnek az 50%-át se éri el. Most már az 53% betakarítottságnál tartunk, és a 3,4 tonna a termés átlag. Ez a tavalyi évben a 7 tonnát is meghaladta. A napraforgó esetében is elmondható, hogy már egy 97%-os betakarítás, és a 2,1 tonnát alig haladjuk meg. A burgonya betakarítása a termőterületek mintegy 98%-án már megtörtént. A hektáronkénti termésátlag alig haladja meg a 140 mázsát, ami a tavalyi év hozamának megközelítőleg az 50%-a, mondta Rácz Imre, majd hozzátette, a gazdák a gyenge termésátlagok miatt jobb felvásárlási árakra számíthatnak. A felvásárlási árak, mint ilyenkor természetesen, ha valamiből kevés van, akkor jobb pozícióba kerülnek az árak. A kukoricánál 42 és 45 ezer tonnája, a napraforgó a 108 ezer forintot is meghaladja tonnánként, a burgonya is 60-80 forint között van. Én úgy gondolom, hogy az árakkal nincsen baj, valamelyest talán javít is ezen a hozamkieséseken, úgymond, mert a termés átlag azért az 50%-ot alig haladja meg. A földművelésügyi miniszter közleményben hirdette ki azoknak a járásoknak a listáját, ahol aszályhelyzet volt 2015-ben. Az érintett gazdák legkésőbb november végéig jelenthetik hozamkieséseiket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal felé.